honvédelmi sportnap. Egy 20 millió forintos projektnek köszönhetően több mint 4800 diákot mozgatnak meg a Máté-Szalkai tankerületi központ intézményeiben. Átvették új eszközeiket a tűzoltók, összesen több mint 50 millió forint pályázati támogatást kaptak a megyei szervezetek és egyesületek eszközfejlesztésre. Ásatások bújon, késő császárkori, avarkori és kis bronzkori leleteket találtak a település határában. Nem katonákat, hanem hazájukat szerető fiatalokat akarunk nevelni, közölte Simicskó István kormánybiztos a nyírbogáti honvédelmi sportnapon. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Egy 20 millió forintos pályázatnak köszönhetően a Máté-Szalkai tankerületi központ 34 iskolájában 4830 gyermeknek szerveznek majd honvédelmi sportnapot. A hazafias nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a közösséghez tartozás és a hazaszeretet érzése. Sorverseny és lézerlövészet. A nyírbogáti általános iskolások nem egy hagyományos tanítási napon vettek részt pénteken. A Honvédelmi Sportszövetség jóvoltából honvédelmi sportnapot szerveztek az intézményben. A szövetség pályázatot írt ki az általános iskolások számára. Erre pályázott a Máté-Szalkai tankerületi központ is. 32 elnyert pályázatnak köszönhetően 34 oktatási intézményben szerveznek majd ehhez hasonló programot a jövőben. A 20 millió forintos támogatásból 4830 diákot vonnak be a programba. A pályázatot azért adtuk be, mert a gyerekeknek a hazafias neveléséhez kapcsolódva nagyon fontosnak tartjuk azt az identitástudás nevelését is, ezzel szeretnék megerősíteni, és nem utolsó sorban a honvédelemhez kapcsolódó ismereteiket és a fizikai állóképességük nevelése érdekében. A későbbiekben pedig sporttáborokat is szerveznek majd a diákoknak. A program másik célja, hogy minél többen jelentkezzenek katonai szakközépiskolába, tette hozzá a központ igazgatója. A hazafias nevelés már most is része az oktatásnak. A testnevelés óra keretében, a rendgyakorlatok keretében van, ami az alakiságot jelenti ezeknél a gyerekeknél, és ez egy teljesen új dolog, és ezt szeretnék a minél több intézményünkbe. Az 54-ből már szerencsére 34-be sikerült ezt megvalósítani. A két éve indult kadét programhoz bármilyen középiskola vagy gimnázium csatlakozhat. Ez esetben az intézményben minden osztály kap egy katonai mentort, akik a katonai képzést mutatják be a tanulóknak. A hazafias és honvédelmi nevelésért felelős kormánybiztos Nyírbogáton kiemelte, nem katonákat, hanem hazájukat szerető fiatalokat akarnak nevelni. Céljuk az egészséges nemzettudat kialakítása a diákok szellemiségében. Az általános és középiskolában a hazaszeretetre épülő hazafias nevelés kialakítása a cél. A honvédelmi nevelés pedig a szakirányú felsőoktatás feladata, tette hozzá Simicskó István. A Honvédelmi Sportszövetséget is létrehoztuk, ez egy köztestület, törvény szól róla. A Honvédelmi Minisztérium támogat minket, a kormányzat támogat minket, ez egy civil szervezet, most már több mint 200 tag szervezetünk van, egy országos hálózattá szeretnénk fejlődni és alakulni, emellett szeretnénk kiépíteni azt az infrastruktúrát is, amely szükséges mindehhez, hogy a gyakorlatban is megéljék a fiatalok az ilyen típusú képességeket, tehát honvédelmi sportközpontokat építünk, ami minden járásban lesz majd, ahol a sportlövészet, a küzdősportok és a technikai sportok lesz lehetőség, hogy elsajátítsák a fiatal emberek, illetve bárki, azt kell mondjam, tehát felnőttek is nyilván. És egy stratégiát rakunk össze, amely arról szól, hogy a tervezete már kész van, amely arról szól, hogy a nemzeti alaptantervben és a kerettantervekben milyen módon, milyen mértékben tudjuk majd a gyermekeink szívébe tenni a hazaszeretet érzését. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres arról, hogy elismert honvédelmi szakembereket, katonákat és rendőröket nevel, közölte a térség országgyűlési képviselője. A mi megyénk az egy olyan föld, ami kitermi a hazájukért áldozatot vállaló honvédeket, rendőröket, és szeretnénk a fiatalokat felkészíteni ezzel a lehetőséggel, hogy egy kis pluszt adjunk nekik. A pénteki sportnapon egy új autóbusszal is gazdagodott a nyírbogáti Vántus István általános iskola. Egy infrastruktúrális pályázatnak köszönhetően 52 személyes iskolabuszt vásárolt az idén felújított intézmény. Ez a jövőben a nyírbogát környéki településekről bejáró gyermekek utaztatását fogja segíteni.
Több mint 50 millió forint értékben új eszközöket kaptak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye önkéntes tűzoltó és mentőszervezetei, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok. A támogatásoknak köszönhetően az egyesületek nem csak technikai felszereléseiket bővítik és korszerűsítik, a pályázat lehetőséget ad az állományok tagjainak képzésére is. Péntek délelőtt ünnepélyesen is átvehették azokat az új eszközöket a megye önkéntes tűzoltó egyesületei és mentőszervezetei, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok, amelyeket a 2019-es eszközfejlesztési pályázaton sikerült elnyerniük. Az önkéntesek országos viszonylatban 700, az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok pedig 225 millió forint pályázati támogatást kaptak ebben az évben. 8 éve van lehetőség az önkormányzati tűzoltó parancsnokságoknak, önkéntes tűzoltó egyesületeknek, önkéntes mentőszervezeteknek annak érdekében, hogy pályázzanak, mégpedig a képességeiknek a javítására, a beavatkozásaik színvonalának az emelése érdekében. Ez a területi rendezvény arról szól, hogy a pályázaton elnyert eszközöket átadjuk mind az önkormányzati tűzoltó parancsnokságoknak, mind pedig az önkénteseknek. Ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezeteket érinti, a mentők 2,5 millió forint értékben részesültek támogatásban, míg az önkéntes tűzoltó egyesületek és önkormányzati tűzoltó parancsnokságok több mint 50 millió forint értékben kaptak új eszközöket, és bővíthették lehetőségeiket. Szerte ágazó, hogy széjjel nézünk, mindenféle, különféle eszközökre lehetett pályázni, légző, állarc, védőruha, de akár a technikai eszközöknek a műszaki iztatására, vagy a személyek pávizsgájára, vagy az embereinknek a képzésére, vizsgáztatására. Tehát nagyon sok, akár még említhetem a szerállásnak a felújítására, építésére is lehetett pályázni. Tehát eléggé sok a lehetősége az önkénteseinknek és az önkormányzati tűzoltóságoknak is. Fontos eszközöket kapott a Nagyhalászi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, amely 2006-ban alakult, jelenleg pedig 23 főt foglalkoztat. Az egyesület parancsnoka az átadón kiemelte, minden évben sikerül a pályázat során új felszerelésekhez jutniuk, amire korán sem csak azért van szükség, hogy az elhasználódott eszközöket lecseréljék, a legfontosabb cél a mentési lehetőségek bővítése. Itt most több mint 1 millió forint értékű, összértékű eszközöket fogunk átvenni nem sokára. A legnagyobb szükségünk itt a látható felszerelések közül erre a 4 részes dugólétrára volt, mert ez egy országos katasztrófavédelmi főigazgatóság által elfogadott és rendszeresített eszköz, aminek eddig még hiányából volt az egyesületünk. Évek óta sikeresen pályázunk eszközökre, jelenleg mára az egyesületünknek az eszközállománya az tökéletesen alkalmassá tesz bennünket akár egy önálló beavatkozásra is. Varga Béla az ünnepélyes átadón elmondta, a pályázati keretösszeg évről évre nő, ami nagy segítség minden egyesületnek és parancsnokságnak. Kiemelte az önkéntesek rátermett és odaadó munkáját, amelyet idén a júniusi viharkárok során is bizonyítottak, amikor több mint 50 településen kellett gyorsan és szakszerűen beavatkozniuk. Közel 4 hektárnyi területen végeznek ásatásokat a József András Múzeum szakemberei Búj határában. Az eddigi munkálatok során 2 nagy árokrendszert és 40 kutat tártak fel, valamint közel 2 tucat házmaradványait fedezték fel. A leletek a megfelelő feldolgozás után a megyeszékhely múzeumában kaphatnak majd helyet. Alapvetően ugye, amikor egy kutat ásnak, akkor jó széles gödröt kell ássanak, mivel dolgozni kell benne, tehát folyamatosan mélyülnek le benne, és ha túl keményen kezdték volna, akkor nem tudod a földet kidobni. Tehát ez egy teljesen praktikus megközelítés. Így mesélt a sajtónak az ásatás első lépéseiről a József András Múzeum régészeti osztályvezetője. A munkálatok jelenleg Búj határában 4 hektáron zajlanak, amennyiben az időjárás is kedvező. Eddig késő császárkori, avarkori és kisbronzkori leleteket találtak. Búj mellett Kisvárdán, Nyírbátorban és határon túl is zajlanak a kutatások. A mi régészeink szaktudását igazolja, hogy nem csak határon belül hívják őket ásatásokra, hogyha egyáltalán ráérnek, hanem határon túlra is. Partnerintézményi kapcsolatból ered az, hogy a Székelyföldre meghívtak bennünket, mégpedig Sepsiszentgyörgy mellett Nagyajtára,
ahol egy középkori erődített vártemplomban kellett nekünk ásni. Jakab Attila régészünk vezetésével történtek itt az ásatások heteken keresztül. Hál' Istennek nagyon szép ásatási leletek jöttek elő a vártemplomon belüli részen, középkori leletek voltak ezek. A bújai ásatás egy trafóház építését előzi meg. A múzeumból 8 szakember jár ki napi szinten az ásatásra, bontó munkások közül pedig közel 50-en vesznek részt a munkálatokban. A két nagy árokrendszerben összesen 40 kutat és közel 200 házat tártak fel eddig. Minden egyes darabot össze kell szedni, cserepeket, csontokat, mindent összeszedünk, csomagolunk, ráírjuk, hogy melyik objektumokból származnak, bekerülnek a múzeumba, elmossuk, azután jön az követően a restaurálások. Leltározzuk, és ha a Jóisten is megsegít, akkor sikerül feldolgozni, és erre szokott a legkevesebb időnk lenni. A szerződés szerint január végére kell befejezni az ásatásokat, a határidőt azonban kitolhatják az időjárási körülmények. A Vásárosnaményi Járási Ügyészség a letartóztatás meghosszabbítását indítványozta annak a két magyar férfinak, akik október 20-án ukrán megbízójuk utasítására egy fenyegető üzenettel ellátott koszorút helyeztek el a barabási határrendészeti kirendeltségen dolgozó sértett háza elé. A cselekmény előzménye az volt, hogy a sértett néhány héttel korábban zárjegy nélküli cigaretták jogellenes behozatala miatt intézkedett a barabási határátkelőhelyen az ukrán megbízóval szemben, ezért elhatározta, hogy a határőrt megrendszabályozza. Felbérelt két magyar férfit, akik vásároltak egy koszorút, majd egyikük lakásán, annak szalagjára az ukrán férfi egy fenyegető üzenetet írt, majd bűntársaival a sértett lak címére szállítatta azt. A két magyar elkövetőt a rendőrség rövid időn belül elfogta. Ukrán társukkal szemben pedig a Mátészalkai Járásbíróság az ügyészség indítványára nemzetközi és európai elfogató parancsot bocsátott ki. Az ügyészség álláspontja szerint az ügyben a megbízó elfogását követően még további nyomozati cselekmények elvégzése szükséges. És továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a letartóztatásban lévő gyanúsítottak szabadlábra kerülésük esetén tanukat befolyásolnának vagy megfélemlítenének, ezért szükséges további 3 hónapra letartóztatásuk meghosszabbítása. A fiatalok vidéken maradása, pályaorientáció és karriertervezés, valamint a társadalmi aktivitás és demokráciára nevelés volt a témája a megyei ifjúsági napnak. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy a középiskolás korú fiatalokat érintő kérdésekről problématérképet készítsenek, majd azt egy megoldási javaslattal eljuttassák a döntéshozók felé. A Nemzeti Ifjúsági Tanács országjáró rendezvénysorozatának 8. állomása volt a megyei találkozó Nyíregyházán pénteken, ahol a fiatalok az őket érintő kérdésekről beszélgettek. A rendezvénysorozat eredményeként megyei, régiós és országos szinten is összegyűjtik a fiatalokat érintő legfőbb problémákat. Olyan témákat veszünk elő, mint a fiatalok munkavállalása, a vidéken maradás, pályaorientáció, digitalizáció és abban rejlő lehetőségek és veszélyek, oktatás, társadalmi aktivitás, demokráciára nevelés. Ennek a konferencia vagy programsorozatnak a végén, majd januárban lesz egy záró konferenciánk Budapesten, ahol a különböző állomások és a különböző események tapasztalatait fogjuk közösen feldolgozni, majd erre egy megoldási javaslatot dolgozunk ki a felmerült problémákra, és nyilván az egész projekt hozadéka egy olyan módszertani és problématérképet tartalmazó szakmai anyag, amit utána pedig a különböző döntéshozó testületek felé, illetve a minisztériumok és a kormányzat felé tudunk továbbítani. A fiatalokat érintő legfőbb problémák közül az utóbbi időkben az oktatást érintő kérdések, a nyelvvizsga és a felsőoktatásban való továbbtanulás kérdése került elő a legtöbbször, tette hozzá a Nemzeti Ifjúsági Tanács elnöke. Az országban 21, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 települést nyert el a Start Plus program díjat, és vele a 10 millió forintos támogatást, melyből közfoglalkoztatásukat továbbfejleszthetik. Levelek, mezőladány és penyige eddig is kiemelkedő volt a közfoglalkoztatás szervezésében, idén pedig ezt a belügyminisztérium is díjazta, mondta el az átadón Román István kormány megbízott.
Az idejében három Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település kapott ilyen díjat, és a díjjal együtt 10 millió forint támogatást arra, hogy a közfoglalkoztatást még tovább tudják fejleszteni a településükön. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos elismerés, és példaértékű lehet minden település irányában. Egyébként azt látjuk, hogy a megye legtöbb településén nagyon kreatívan és nagyon jó ötletekkel, nagyon jó szervezetten zajlik a közfoglalkoztatás. Azáltal, hogy forrásokat is kapnak a települések eszközbeszerzésre, fejlesztésre, ezáltal pedig olyan termékeket tudnak előállítani, amelyek megállják a helyüket. Közel 100 fotó érkezett a Váci Mihály Kulturális Központba pénteken, melyeket a tavalyi év természetfotósa pályázat díjazottainak munkáiból válogattak ki. A képek bemutatásának célja, hogy közelebb hozza a természetet a hétköznapokhoz, és bemutassa a kézzel fogható világ és a természet szépségeit. Hazai tájak és vadon élő állatok, a természet és a civilizáció találkozása, a fenntartható energia és a természet összefonódása is témája volt a tavalyi év természetfotósa pályázatnak, melyre évről évre több ezer alkotás érkezik. Ezekből mutatták be a legjobb díjazottakat a mag megnyílt állaton Nyíregyházán. Nagyon sok olyan kép látható, amelyek hazánk természeti értékeit mutatják be. Azért is fontos tulajdonképpen ez a kiállítás, látható itt is, nagyon sok gyerek jelent meg, nagyon sok fiatal, és ezekkel a természetfotókkal, ezekkel a képekkel közelül lehet hozni a gyerekeket a hazánk természeti értékeihez, be lehet mutatni azokat az értékeket, azokat a kincseket, amire büszkék lehetünk. A verseny kiírásában több kategória is van, így kerülhetett óceáni élővilág, vagy akár egy műanyag szatyorba szorult delfin is a díjazottak közé. Ezeket a szépségeket, vagy olykor ellentmondásokat örökítették meg a díjazott fotósok, mondta el a rendezvény megnyitóján Ulrich Attila, a polgármester. Ha valaki megnézi ezeket a fotókat, akkor láthatja, hogy valójában a föld milyen színes, önmagában véve is, hogy mennyiféle olyan pillanat van, ami szebb attól, mint amin átlépünk. Mert nem lehet így látni állatokat, fecskéket, nem lehet így látni a földnek, a tájnak különböző olyan részeit, amelyet csak a fotó örökít meg. Ugyanis, hogyha elgyaloglunk valami mellett, akkor elgyalogoltunk valami mellett, és a pillanat az rögtön tavaszáll, hogy egy nagyon régi filmben meg volt ez egy dalban, de közben azt is lehet látni ezeken a fotókon, hogy milyen szennyezést csinálunk. Ugyanis ennek a természetfotós pályázatnak nem csak az a lényege, hogy mutasson valami gyönyörűt pici állatokról, amelyeket még szemmel sem látunk, hanem arról is, hogy hogyan szennyezzük valójában a Földet, és hogyan tesszük tönkre azokat a pillanatokat, amelyek ezeken a fotókon láthatók. Ulrich Attila hozzátette, fontos észrevenni, hogy a világunkban számos olyan gyönyörűség van, amelyek nem a virtuális világban, okos eszközökön keresztül, hanem a saját szemünkkel látva, megfogva és megtapasztalva érhetők el. Keleti rangadót játszanak szombaton a labdarúgó NB1-ben. A bajnokság 13. fordulójában a tabella 8. helyén álló Kisvárda, a 7. Debrecent fogadja. A mérkőzés 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. 4 forduló van még hátra az őszi szezonból, így a válogatott meccsek miatti szünet jól jött a csapatoknak az őszi hajrá előtt. A Kisvárda a legutóbbi fordulóban 1-1-es döntetlent játszott Pakson, a Debrecen pedig hazai pályán szenvedett 6-1-es vereséget a Ferencvárostól. A tabellán mindössze 1 pont választja el a két csapatot, Lohi 15, a Várda pedig 14 pontot szerzett, igaz, a debreceniek egy meccsel kevesebbet játszottak. Dajka László, a Kisvárda vezetőedzője bízik abban, hogy megszerzik a 3 pontot. Az elmúlt bajnoki fordulóban még ha talán egy-két lehetőséggel több helyzete is volt a Paksnak, de hát azért a vezetést megszereztük, és nem lett volna szabad utolsó utáni percben egyenlítő gólt kapni. Tehát nincs más célunk, mint itthon tartani a 3 pontot a Debrecen ellen. Tudjuk, hogy nehéz mérkőzésünk lesz, nem igazán foglalkozunk mi a Ferencváros elleni 1-6-tal, amit játszott a Debrecen csapata. Ez egy másik mérkőzés lesz. Biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz mérkőzés lesz. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy nekünk mindent el kell követni ahhoz, hogy megnyerjük a mérkőzést. Ahhoz nekünk taktikusan, okosan kell futballoznunk, mert az igazság, hogy a Debrecennek megvannak azok a játékosai, akik tudnak dönteni mérkőzéseket. Debrecenben a Fradi elleni súlyos vereség után a játékosok lelkével is foglalkozni kellett, de Herceg András már előre tekint. Jó mérkőzést várok, hiszen a Kisvárdát én azt gondolom, hogy nagyon jó játékosok alkotják, és csapatként is jól funkcionál. Ugye az első találkozó óta azért változott az edzői stáb,
így változott a csapatnak a stílusa is. Tehát abból az első mérkőzésből hiba lenne kiindulni, egy más mérkőzés várok. Ugye hát a tavalyi évben azért a Kisvárda okozott nekünk kellemetlen perceket, most ezt szeretnénk elkerülni. A Kisvárda-Debrecen mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Várkerti stadionban. A forduló további párosítása a következő: Budapest Honvéd Paks, Molfehérvár FC Puskás Akadémia, Mezőkövesd Kaposvár, Újpest Diósgyőr és Ferencváros Zalaegerszeg. Szombaton idegenben lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B piros csoportjában második helyen álló Kékcápák a 9. fordulóban a 13. helyezett Nagykőrös otthonában vendégszerepelnek. Két hazai meccset követően és két újabb hazai meccs előtt szombaton idegenben játszik a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Az ellenfél Nagykőrös nem a legjobban szerepel a bajnokságban, 7 vereség mellett eddig mindössze egyszer győzött Lakosa Zsolt együttese. A Kékcápák viszont legutóbbi 6 bajnoki meccsüket megnyerték, és sem a formával, sem az önbizalommal nem lett gondjuk a nyíregyházi játékosoknak. Sitko Ernő szakmai igazgató szerint ettől függetlenül nem számíthatnak könnyű meccsre Nagykőrösön. Hatos szériában vagyunk, ez igaz, győzelmi szériában, de úgy gondolom, hogy nem kell nekünk számolgatni azt, hogy hány mérkőzést nyertünk zsinórban, hanem azt kell néznünk, hogy mi a következő mérkőzés, és a következő ellenfél ellen kell felkészülni. Nagykörösen soha nem könnyű győzni. Volt már ugye, hogy kikaptunk náluk, olyan körülmények fogadnak, ami egy picit nehézé teszi a mérkőzést. Beszéltem már korábban is arról, hogy szűk terem, hangosak a nézők, a nem megszokott csarnok, és éppen ezért azt hiszem, hogy mindenféleképpen nehezebb dolgunk lesz, illetve a helyi játékosok is olyanok, akik jó képességűek, hogyha tűzbe jönnek, akkor nagyon nehéz megállítani őket. Nekünk az a feladatunk, hogy ez a tűz, ez ne érkezzen el náluk. A 9. forduló további párosítása a következő: Veszprém MTK Elite Basket, Budapesti Honvéd PVSK, Vasas Akadémia TF Budapest, Budafok MAFC, Baja MEAFS Miskolc és BKG Prima SS Algótarján. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. 20 millió forintos projektnek köszönhetően több mint 4800 diáknak szerveznek honvédelmi sportnapot a Máté Szalkai Tankerületi Központ intézményeiben. Nem katonákat, hanem hazájukat szerető fiatalokat akarunk nevelni, közölte Simicskó István kormánybiztos az első nyírbogáti sportnapon. A program középpontjában a hazafias nevelés áll, ennek célja, hogy a tanulókban alakuljon ki a közösséghez tartozás és a hazaszeretet érzése. Megkapták új eszközeiket a megyei önkéntes tűzoltó egyesületek és mentőszervezetek, valamint az önkormányzati tűzoltó parancsnokságok, amelyeket a 2019-es eszközfejlesztési pályázaton nyertek el több mint 50 millió forint értékben. Varga Béla, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója kiemelte, az önkéntesek idén is kiemelkedő munkát végeztek a nyári viharkárokat követő helyreállítás során. Késő császárkori, avarkori és kisbronzkori leleteket találtak a József András Múzeum szakemberei Búj határában. Az eddigi munkálatok során 2 nagy árokrendszert és 40 kutat tártak fel, valamint közel 200 ház maradványait fedezték fel. A leletek a megfelelő feldolgozás után a megyeszékhely múzeumában kaphatnak majd helyet. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták november 22-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket. Szombaton este pedig heti hírösszefoglalunkkal, a Krónikával jelentkezünk. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Péntek éjszaka erősen felhős lesz az ég, majd hajnaltól felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső, zápor helyenként előfordulhat, a délkeleti szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 6 fok körül alakul. Szombaton közepesen felhős idő várható, majd a déli órától többnyire gyengén felhős lesz az ég. Eső néhol előfordulhat, a délkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 12 fok körül alakul. Vasárnap a ködfoltok feloszlanak, inkább csak nyugaton maradhatnak tartósan felhős területek, nem valószínű csapadék. Hétfőn is csupán szitálás fordulhat elő.